Az 56-os magyarok fölismerték az akkori kor bajait, és bátran kimeltek állni, megmerték mondani az igazságot. Igaz ügyet szolgáltak. Ma is vannak bajok, ma is vannak veszélyek. És nekünk, magyaroknak talán a jellemrajzunkban még egy dolog beleilleszthető. Ez pedig a bajok felismerésének, jelzésének a képessége. Nem mindenki látja ezt. A mai bajokat sem mindenki látja. Sőt, nem mindenki értékeli úgy, ahogyan mi értékeljük. Nem azokat a következtetéseket vonja le, ahogyan ezt mi levonjuk. És jó szándékulag jelezzük. Szeretném itt ebben a körben is elmondani, hogy a mai bajok persze nem tankokban mérhetők. Hála jó Istennek, hogy nem tankokkal rohanják le az országunkat, meg Európát. De más típusú leplezett veszélyek igenis vannak. Ezt látjuk. És Orbán Viktor miniszterelnök volt az első, aki ezeket a bajokat jelezte Európa számára. És cselekedtünk is. Tettük is. Ma is a katonák és a rendőrök a határainkon helytállnak. Köszönet érte. Védik Magyarországot. Védik a gyermekeinket. Védik önöket és mindannyiunkat. Mert ez a feladatuk, ez a dolguk. Nem azért ontották az 56-osok a vérüket. Nem azért ontották 48-49-ben a magyar emberek a vérüket, és a háborúk során sem, hogy azt a békét, amit kialakítottunk, és azt a kultúrát, azt a civilizációt Európában, amit kialakítottunk, hogy ezt most más kultúrából, más civilizációban, amit természetesen tisztelünk, ezt elvegyék tőlünk. Ezért védenünk kell a nemzeti értékeinket, óvnunk kell gyermekeink jövőjét. Többek között ez is üzenete az önök helytállásának.